Köszöntök minden sárgulót, minden bizonnyal életetek egyik legszebb pár napját fogjátok átélni most itt az elkövetkező alkalommal. Mivel én még holnap is foglak benneteket köszönteni, meg még a diplomaszton is, ezért most csak nagyon rövid leszek, egy-két rövid jó kívánságot gondoltam csak megfogalmazni, aztán szóljon ez a következő pár perc arról, amiért itt összejöttünk. A jó kívánságok vonatkozzanak a még előttetek álló akadályok sikeres vételére, vizsgákra, értem ez alatt az állóvizsgát is, és azt kívánom, hogy minél kevesebb emberveszteséggel találkozunk majd a diplomaosztón, akkor, amikor ez elkövetkezik, nyilván ez lehet a nyári, vagy akiknek majd ez a téli diplomaosztó lesz majd a későbbiekben. A jó kívánságok vonatkozzanak természetesen a magánéletre is, azoknak, akiknek befejeződik hamarosan az egyetemi élet, és nem mesterszakon vagy bármi formában tanulnak tovább. Azt kívánom, hogy találjátok meg minél gyorsabban a helyeteket az életben. Vonatkozzon ez az álláshelyre, munkahelyre, de vonatkozzon ez a párkapcsolatra is. Vizsgaidőszakot jelenti, és azt kívánom, hogy az életben állják meg a helyüket, és gondoljanak mindig szeretettel a Georgikonra, amely visszavárja magukat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Sírok alatta
éveknek, hogy az itt lévő szoborcsoportból megkoszorúzzuk a még sokunk által jól ismert Kölüss Gábor professzor, örökös primus magiszter, a hallgatók és a hallgatói rendezvények lelkes és állandó résztvevője, később Gabi bácsi, vagy röviden KGB szobrát. Szeretném fölkérni a hallgatók képviselőjét ennek elvégzésére. Mindjárt jártunk egyszer az akadémián, letettünk néhány vizsgát, no egy-kettő hián, megittunk néhány egyszer, és néhány litra bort, az volt a legdicsőbb kulek, hiszen te úr. Hamvas Béla szavaival szeretnék búcsúzni önöktől. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világot éled. Kívánom, hogy érjék el kitűzött céljaikat, találják meg a boldogságot a magánéletükben és a szakmában egyaránt. Sok sikert kívánok mindannyiuknak, Isten áldja önöket! Polgármester úr, dékán úr, tanegyetem nevében szeretettel köszöntöm ünnepségünk valamennyi részvevőjét. Tisztes hárguló hallgatók! A mai napon meghallgatták utolsó órájukat, néhány vizsgát még teljesítenek, és hamarosan átvehetik diplomájukat. Azt ugye tudjuk, hogy diplomát a világban, Magyarországon is nagyon sok helyen lehet kapni, azonban önök a diplomájuk mellé olyan értékeket kapnak, amit sehol máshol nem kaphatnak. Ugye valamennyien tudjuk, hogy a Georgikumkar most fejezi be a 216. tanévét. 216 tanév minden évét felhasználták és beépítették abba a tudásba, amit önöknek átadtak. Tehát rektor úr, dékán úr, tisztelt hölgyeim és olyan kedves diákok! Valóban így van, hogy én se találkoztam olyannal, aki itt végezte volna az egyetemet, és ne úgy emlékezett volna, hogy milyen szép voltak az itteni évek. És ami több, hogy büszke rá, hogy erre az egyetemre járhatott. És valóban azt tudom csak kívánni önöknek, hogy az a tudás, amit itt megszereztek, hasznosuljon. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz az egyetemi diplomával is. Minden évben abból a célból, hogy elbutyúztassuk az akadémia végzős hallgatóit. A Georgikon, mely több mint 200 éves múltra tekinthet vissza, Európa első felsőfokú agrárintézménye volt. Bármely iskola legfőbb értékmérője az, hogy mit érnek el majd a tanítványai. Jól eső érzéssel mondhatjuk, hogy a Keszthelyen végzők értékes diplomát kapnak a kezükbe, a Georgikon egykori diákjai kiemelkedően állják meg a helyüket. Rektor úr, polgármester úr, elnök úr, igazgató úr, DK-1-es asszony, DK-1-es urak, kedves szülők, hozzátartozók, barátok, kedves sárguló fiatalok! Nagy nap ez a mai, hiszen Keszthelyen ma tartjuk most már idestova több mint 150 éve az ország egyik legpatinásabb alagás ünnepségét, a sárgulást. Az első gondolat ezzel kapcsolatban rögtön a hagyományok megbecsülésének, tiszteletének fontosságát juttatja az ember eszébe. Azt, hogy büszkének kell lennünk arra, hogy magyarok vagyunk, arra, hogy vannak ezer éves gyökereink, büszkeségre okot adó történelmünk,
vannak olyan hagyományaink, amelyek pozitív értelemben megkülönböztetnek bennünket másoktól. Titeket többek között az is megkülönböztet a többi egyetemistától, hogy aktív részesei vagytok a keszthelyi hagyományoknak, és a mai napon az ország egyik leglátványosabb, a mi szívünkhöz legközelebb álló ünnepségen búcsúzhattok Keszthelytől és a Georgikontól. Néhány évvel ezelőtt a sárgulók számára valóban elsárgult a kukorica minden levele, és az ünnepséget követően tényleges búcsú következett. Manapság kicsit más a helyzet, hiszen vannak köztetek szép számmal még csak a felsőfokú szakképzés lezárók, a kukorica vegetációs stádiumát nézve mondjuk teljes érésbe lévők, akik közül többen fogják még folytatni a tanulást. Aztán vannak a viaszéréshez közeli stádiumban lévők, az alapszakos hallgatók, akik már majdnem készen vannak. Itt vagytok még közöttünk egy fél évet, de az is lehet, hogy többet, ha mesterszakon folytatjátok tovább. A mai nap mindannyiótokról szól, megosztott öröm dupla öröm. A Georgikon vezetése, oktatói és munkatársai nevében szívből gratulálok nektek. Legyen szép a mai napotok, vegyétek sikerrel a még előttetek álló akadályokat, a nagybetűs életben pedig váljon valóra mindaz, amit szeretnétek. Járjatok szerencsével! Ezek a búcsúzás percei. De hamarosan jönnek a vizsgák és a diplomaosztó is. Talán addigra már választ is kapunk arra a kérdésünkre, amit már kiskorunk óta számos alkalommal kérdeztek meg tőlünk. Mi leszel, ha nagy leszel? Minden bizonnyal azt elmondhatom, hogy jó úton vagyunk afelé, hogy egy egyetemi vagy főiskolai szak elvégzését magunkénak tudhassuk. Lehet, hogy nem lesz mindenki közgazdász, ménesgazda, borász, növényorvos, és elnézést azoktól, akiket most nem soroltam föl, de bízom abban, hogy mindenki többel megy el, mint amennyivel jött. Hiszen ez a 3 év, vagy 2, illetve 5 év, sokat tapasztaltunk, írtunk, olvastunk, vizsgáztunk, meg persze mérgelődtünk. Ezek mellett azonban volt számos örömteli pillanatunk is. Jó látni titeket itt, így büszkén álltok, és elballadtok, de mégis nekünk így maradott meg ez egy kicsit keserédes pillanat, hiszen most már biztos, hogy elmentek, és hiányozni fogtok nekünk nagyon. De inkább ünnepeljünk, mi ne foglalkozzunk, ezzel megérdemlitek. És ünnep közben ne felejtsük el megköszönni szüleinknek és szeretett tanárainknak, hogy mindig velünk voltak minden pillanatban, és segítették ezt a nehéz folyamatot, aminek most
Kedves sárkoló diákjaink, kedves szülők, hozzátartozók, barátok, barátnők, kollégák, sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt ma esti sárgulási bál megnyitóján. Dékán úr nevében is szeretném a dékán úr üdvözletét. Nagyon sok olyan tradíciónk van, aminek a ápolására, hagyományunk ápolására szeretnék mindenkit megkérni, hiszen ettől vagyunk mi egyedülállóak, és hát ugye részben ezt kéri tőlünk a Numizma Ökonomikum kerületére írt mondat is. Via memor nostri rigidi servator honesti, úgy emlékezz, hogy a mi becsületünk őrzője vagy. És a következő programban is olyan, hát egyedülálló lehetőségetek lesz. Herman Viktória, a Georicon Tanüzem Nonprofit Kft. Borászatának a vezetője fog egy nagyon rövid kis borkóstolót levezetni nektek. Folyna a folyam, folyik is bizony, de nem csak a bólé, a kocsmáros bizony a bólé. A zenekarnak is jó itt a dolga, mulat a pista is meg az olga. Szórják a pénzt a jó magyar forintot, igazítják a jófajta jogingot. Utcára nyílik a kocsma ajtó, de kihallatszik belőle a szép muzsika szó. Sört ide, bort ide, de szép barna lány az anyád, hadd mulatom ki magam igazán. Sört ide, bort ide, te szép barna lány az anyád, hadd mulatom ki magam igazán. Mához egy hétre már nem leszek itt, elvisz a gyors vonat engemet is. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll, nyújtom a jobb kezem, szervuszba. Belőle néhány pillanat.
beszél tovább, helyettem ő mondja el. A cseh beszél tovább, helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg a nap neve. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néha pillanat. Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad. Mindig itt vagy, és ott leszek.